Pedagógus nap alkalmából átadták a Bárci István díjakat. A főváros azokat tünteti ki ezzel a díjjal, azokat a pedagógusokat, akik sokat tesznek a jövő generációjáért, és így sokat tesznek a fővárosnak is a fejlődésért. Az újpesti Virágóvoda vezetője is megkapta ezt a díjat, Palatinusz Antalné, és köszöntöm Önt a stúdióban. Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és Önöket is. Hát mindenek előtt gratulálni szeretnék ehhez a díjhoz. Köszönöm. Gondolom nem úgy kezdte a pályáját, hogy az legyen a célkitűzés, hogy pedagógiai díjakat kapjon meg. Az egész munkámat nem úgy végeztem, soha nem az lebegett a szemem előtt, hogy azért dolgozok, hogy egyszer majd díjazott legyek. Sok-sok vargabetű után kerültem oda, ahol most vagyok. Annak idején a férjem biztatására és az ő kezdeményezésére lettem én óvónő, képesítés nélküli óvónőként kezdtem a pályámat. Aztán az elmúlt közel 40 év alatt szinte minden lépcsőfokot végigjárva lettem óvodavezető a Virágóvodában, én már 11. éve. Azért azt hiszem sokat elárul, hogy képesítés nélkül kezdte a pályáját. Ez azért nagyfokú elhivatottságra utal, hiszen a képesítés nélküliség azt jelenti, hogy önként jelentkezett, lényegében még mielőtt el tudta volna kezdeni a tanulmányait, ugye? Igen, valóban azt jelentette, hogy sima érettségével annak idején, nem árulok el titkot, ez még a 70-es évek vége volt, akkor képesítés nélküli pedagógusként el lehetett helyezkedni, és hát ezután kezdte az ember a főiskolai tanulmányait. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert egy olyan közösségbe kerültem Rákosszentmihályon, ahol nem csak az óvodavezetőm támogatását, de a kollégák támogatását is élveztem. Bár sokszor megkaptam tőlük, hogy könnyű nekem, mert bennem vénásan, bennem van a gyerekek nevelése. Ez mit jelent? Tehát ösztönösen ráéreztem olyan dolgokra, mivel a gyerekek fejlődését, a gyerekek érzelmi biztonságát elő tudtam segíteni. Mondhatom, hogy talán otthonról is hoztam ilyen gyökereket, hiszen az apai nagymamám, ő egy óvodában volt Dadus néni annak idején, egy vidéki kis faluba. Anyukám pedig a Sárospataki Comenius főiskolán tanítói szakot kezdett, csak hát az akkori viszonyok miatt ezt nem tudta befejezni. Ez a képesítés nélküliség aztán mennyiben segítette hozzá mondjuk ahhoz, hogy a pályáján, arra gondolok, hogy lehet, hogy más szemlélettel indul az a pedagógusi, az óvónői pályán, akit még nem értek a felsőfokú tanulmányokkal hozott hatások, tehát az, hogy megmondják, hogy mondjuk mit csináljon. Azt gondolom, hogy aki képesítés nélkül kezdte a pedagógusi pályáját, annak mindenféleképpen kellett egy bizonyos vénás indítatása, hogy a kollégáim fogalmazták annak idején, és a főiskolai tanulmányok csak a tudatosságot, a módszertani ismereteket tették ehhez hozzá, ezt én is megtapasztaltam. Tehát ha valakiben van egy bizonyos fokú gyerekszeretet, elhivatottság, akkor képesítés nélkül óvónőként is helyt tud állni, és utána szerzi meg hozzá azokat az ismereteket, amivel még jobban ki tud teljesedni a szakmaisága. Utána időközben ön is elvégezte a tanítóképzőt, hogyha jól tudom. Ez mennyiben változtatta meg a gyerekekhez való, tehát az óvodásokhoz való hozzáállását, hiszen egy kicsit úgy fölülről is láthatta. Az volt a célom azzal, amikor én a tanítóképzőt elvégeztem. Abban az időben volt egy olyan oktatáspolitikai szemlélet, hogy nagyon jó dolognak tartanák ezt az óvodaiskola rendszert, hogy az óvónénik elkísérnék az alsó tagozatba a gyerekeiket, és akkor utána visszatérve az óvodába megint 3 éven keresztül nevelgetnek egy csoportot, ismét viszik tovább. Hát aztán ebből a gyakorlatban sajnos nem sok minden valósult meg, illetve vannak ilyen alternatív próbálkozások óvodaiskola tekintetében, és azt gondoltam, hogy ez egy út lesz nekem ahhoz, hogy még jobban ki tudjak teljesedni, tehát a tanítói diplomám megszerzését ez motiválta elsősorban, de aztán rájöttem, hogy nekem a kicsik világa az, ami igazán közel áll hozzám, és akkor szereztem meg azt a tudatosságot, hogy a 3-6 évesek korosztályában van a helyem. Említett, hogy sajnos, így fogalmazott, hogy sajnos nem jött össze ez, hogy egy ilyen óvodaiskola, ez miért sajnos?
Hát mert a gyerekek szempontjából mindenféleképpen kamatoztatható lenne az, hogy olyan ismeretekkel rendelkezik már a pedagógus a gyerekekről, amit ha bekerül egy első osztályba, nem kell egy évnek eltelnie ahhoz, hogy ismét felmérjék a képességeit, a készségeit, esetleges magatartásbeli problémáit vagy hasonlókat, illetve a gyerekeknek is egy kudarcmentesebb átmenet lenne az óvoda és az iskola között. Mert szinte predesztinált az, hogy kudarc lesz? Nem minden esetben, de hát bizonyos esetekben vannak olyanok, amikor egy-egy gyereknek segítség az, hogyha az a pedagógus viszi tovább. Általában az óvodából az iskolába kerülő gyerekek nagy része érett az iskolára. Csak hát ott teljesen más, egy teljesítménycentrikus közegbe ismét eltelik egy fél év, vagy talán több idő is, mire önmagukat tudják adni, mire meg tudják mutatni, hogy kik ők valójában, mire azokat az értékeket felszínre tudják hozni, amire a pedagógus a későbbiekbe alapozhat. Volt az utóbbi, hát jó néhány évvel ezelőtt, ugye ez a módosítás, hogy mindenféleképpen, amikor betölti a 6 éves kort a gyerek, akkor onnantól kezdve kötelezően iskola éretté válik. És 6 és 7 éves kor között azért van egy nagy fejlődésbeli ugrás. Akkor ez is közre játszhat? A gyerekek életében minden szakaszban ott van az érési folyamat. Ez teljesen természetes dolog, illetve hát egy óvodáskorú gyerek életében 2-3 hónap is nagyon-nagyon sokat számít. Csak sajnos az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy egyre több az olyan gyerek, és itt főleg a nyári születésű gyerekekre gondolunk, ahol még vannak olyan hiányosságok a képességeik, részképességeikbe, ami egy kicsit még megerősítésre szorul. Nem is a tanulási dolgokra gondolok itt, az észbeli, a mentális képességekre, inkább a szociális képességek azok, amik még ebbe a korba időnként megerősítésre szorulnak. Van azért néhány év tapasztalata háta mögött, ez inkább az újabb generációkra vonatkozik, vagy pedig, tehát hogy mondjam, tehát más a nevelési módszertan, módszer, mind a családon belül, mind az oktatási intézményeken belül, vagy pedig ez nem egy új keletű kérdés? Szerintem ez valamikor is így volt, csak lehet, hogy kevésbé kapott hangsúlyt. Tehát eleve régebben a köznevelési törvény úgy rendelkezett, hogy a május 31-ig születettek kellett, hogy iskolába menjenek, de még ott is lehetett a májusban, áprilisban születettek között találni olyan gyerekeket, akik még nem voltak erre érettek. Most, hogy ezt kitolták augusztus 31-ig, tehát értelemszerűen, ahogy említettem, az a pár hónap különbség azért hozhat még olyan akadályokat, ami miatt nehezebben kezdik a gyerekek az iskolai életet. Módszertanilag természetesen, ahogy a felnőttekkel, a gyerekekkel szembeni kihívások is mások, így a módszertani kihívások és a módszertani dolgok változása is bekövetkezett a pedagógus szakmába, hivatásba. Most már nem uniformizáljuk a gyerekeket, úgymond, mint annak idején a mi időnkben. Megvolt egy alapelv, amit korosztályokra lebontva teljesíteni kellett egy olyan kimeneti rendszer. Most már az egyéni különbségek azért jobban figyelembe vannak véve. A differenciált fejlesztés nagyobb hangsúlyt kap a nevelő munkákba. Tehát a módszertani különbségek mindenféleképpen megmutatkoznak. A szülőkkel való viszony hogyan alakult az utóbbi években, illetve hát van-e ennek egyfajta íve? Hát azt gondolom, hogy ez emberfüggő. A szülőkkel való kapcsolatot mindenki saját maga alakítja ki. Ugyanúgy a óvónénék, ugyanúgy az intézményvezetés, ugyanúgy az óvodavezető, vagy az óvodai dolgozók valamennyi tagja, tehát dadusnénék, pedagógiai asszisztensek, gondnok, bárki. Én azt mondom, hogy a mi óvodánkban a nyitottság az, ami jellemző. Tehát mi szívesen fogadunk bármiféle ötletet, kezdeményezést a szülők részéről, illetve ha lehetséges és nem nagyon-nagyon föltől elrugaszkodott és a közösség érdekét szolgálja, akkor igyekszünk is ezeket teljesíteni, de ugyanúgy a párbeszéd azt szüli, hogy ők is elfogadják a mi nézeteinket.
Tehát akkor létre lehet, legalábbis a virágóvodában biztosan létre lehet hozni egy ilyen nagyon intenzív kommunikációt a szülők és az óvoda dolgozói között? Hát ha a Covid-tól elvonatkoztatunk, akkor igen, mert az utóbbi időben ez értelemszerűen inkább a Facebook csoportokra hagyatkozott, tehát minden olyan információt, amit meg szerettünk volna osztani a szülőkkel, azt a digitális térbe oldottuk meg, de különben nyitottak vagyunk az egyéni beszélgetésekre, fogadóórákra, szülői értekezletekre, tehát minden olyan dologra, ami én is bármikor megállok bármelyik szülővel, akár a sétányon, hazafelé menet, akár a folyosón, amikor találkozunk, és természetesen a kollégáim is mindezt teszik. Időről időre lehet hallani arról, hogy hát óvónőnek, óvodapedagógusnak változó, hogy mennyire szívesen, mekkora kedvel, mekkora számban mennek el azok, akik már leérettségiztek és szakmát kell választaniuk. Mi az, ami miatt egy picit ez úgy visszaszorult, vagy ami kevésbé hozza meg az érettségizetteknek a kedvét e felé, a pálya felé, szakma felé? Hát szerintem a személyes beállítódás, tehát ha valakiben nincs gyerekszeretet, azért ne menjen pedagógusnak, mert szeretne egy diplomát. A másik, hogy úgy érzem, hogy a pedagógus szakma megbecsültsége az nagyon-nagyon hanyatlik. Viszonyítva mondom a 70-es évek végéhez képest, akkor még egy pedagógusnak presztízse volt. Tehát ha én fiatal, 21 néhány évesen, ha a szülőnek mertem véleményt mondani, a gyerekről elfogadta, megbeszéltük, átértékeltük az ő általa vélt dolgokat, az én általam elmondottakat. Ma már ez a szülők körében nem teljesen így működik, persze mindig vannak kivételek, és a többség azért kivétel, de bizony sok a kerékkötő szülő is, aki a gyereke fejlődését is adott esetben akadályozhatja ezzel a hozzáállással. És az anyagi megbecsülés, amit megint nem szabad elfelejteni. Az anyagi megbecsülésre könnyebben van az embernek ötlete, hogy hogyan lehet változtatni ezen, viszont az előbb említett, tehát az, hogy a szülői részről való megbecsülés, a társadalom felől jövő megbecsülés, azt hogyan lehetne ezt a szemléletet megváltoztatni? Hát nem szeretnék aktuál politikai kérdésekbe belemenni, de amíg az ország vezetői nem változtatnak a pedagógusokról alkotott véleményükön, addig ez nem fog változni. Azért remélem, hogy mégiscsak lehet valamilyen biztató dolgot mondani azoknak a fiataloknak, akik ezen dilemmáznak, hogy menjenek-e pedagógusnak, illetve óvodapedagógusnak. Mit tudna nekik mondani? A világ legszebb hivatása. Tehát azt gondolom, hogy aki tényleg szereti a gyerekeket, elhivatottan tudna velük foglalkozni, és anyagilag megengedheti magának, ahogy az előbb mondtam, feltétlenül ezt a hivatást válassza. Mert az az őszinte, önzetlen szeretet, ami a gyerekekből jön, az a tisztaság, az sehol az életben máshol nem található meg. Gratulálok még egyszer a díjhoz, és Palatinusz Antalné, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, de én még szeretnék egy mondatot hozzátenni, mert ezt a díjat ugyan én vettem át, tény és való, de nem kaphattam volna meg, ha nem olyan közalkalmazotti közösség van az óvodába, akikkel öröm együtt dolgozni, akikkel közös értékrendet tudunk képviselni, és az előbb említett szülői együttműködés is hozzásegített ehhez a díjhoz. Hát akkor köszönjük nekik is, hogy segítették Önt a pályáján, és akkor gratulálok még egyszer. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.